Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal és a te lelkeddel. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, boldogságos Szűz Mária egyese Szent Józsefnek az ünnepén. Így imádkozik az egyház a mai napon. Íme hűséges és okos szolga, akit az Úrháza népe fölé rendelt. Szent Mis áldozatunkat elhunyt és élő Józsefekért, valamint egyházközségünkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük Krisztus Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add kérünk, hogy egyházad az ő közben járó segítségével
szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Menj és mondd meg szolgámnak Dávidnak, ezt mondja az Úr. Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságodat. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, az az ígéret, hogy Ábrám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nem csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az írás mondja róla, sok nép atyává rendeltelek, mert hit abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nem létezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz. Isten ígérete szerint, nagy lesz a te nemzetséged.
ez szolgált megigazolására. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki egyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiat születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Amikor József fölébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! József igaz ember volt, írja a Szentírás. Miért is teszi ezt? Nem volt benne semmi álnokság, nem volt benne semmi kétszínűség, hanem az Istenre tekintve élte az életét. József még az Ószövetség embere volt. Talán mondhatjuk azt is, hogy mint a hitről tanulunk az Ószövetségről, az ószövetségi hit nem más, mint mindig igent mondani az Isten akaratának. Talán meghajtva a fejünket, tenni mindazt, amit ő elvár tőlünk, keresni az ő akaratát. Kire is mondhatjuk a mai világunkban azt, hogy igaz ember? Talán szét is tárjuk a kezünket, mert azt mondjuk, hogy igazából véve nincs igaz ember. Mert egyedül igaz az Isten, mint ahogy Jézus Krisztus mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igaz ember az, aki próbál mindig becsületesen élni, nem az embereknek megfelelve, hanem magának az Istennek. Az igaz ember az, aki meri fölvállalni a konfliktusokat, aki meri beismerni a gyengeségeit, és büszke arra, hogy vannak képességei, amit a saját üdvösségére és az emberiség javára tud szolgálni, amivel az emberiség javát tudja szolgálni, és ezáltal az Isten dicsőíti meg. De miben is volt József igaz embersége? Abban, hogy az Istenre tudott hagyatkozni, még akkor is, hogyha kételyek voltak a szívében és a lelkében, amikor el akarta bocsájtani a boldogságos szűzanyát, ugye olvassuk az evangéliumban, és az angyal megerősíti őt. Az igaz ember ugye a törvénybe próbálta vetni a valóságát és megvalósítani a törvényt, mármint az Ószövetségét. Az igaz ember az Újszövetségben pedig Krisztusra próbál figyelni, Krisztus próbálja elfogadni, Krisztus próbálja befogadni, még akkor is, hogyha kételyei vannak. Tanítja az egyház nekünk azt, hogy az embernek mindig a lelki ismeretére kell hallgatnia, és a lelki ismerete szerint kell cselekedni. De feltehetjük a kérdést, hogy mit is jelent számunkra ez, hogyha Krisztusra hallgatunk és Krisztustól tanulunk, akkor a lelki ismeretünk mindig helyesen fog működni. Ha pedig nincs az életünkbe Krisztus, akkor pedig a természet törvényeire. És bár látjuk azt, hogy a természet törvényeiben sokszor a farkas törvények is uralkodnak, de mégis a természet törvényeit is az Isten állította föl, és a természet törvényei is
próbálnak mindig irányítani bennünket arra, hogy mindenkinek megadni azt, ami valós, mindenkinek megadni azt, amire szükségem van. József igaz ember volt. Ebben is legyen ő példaképünk, hogy mindig az igazságot keressük, ne a féligazságokat, ne a hazugságokat, ne úgy éljük az életünket, hogy mindig csak a saját igazunkat vagy a saját akaratunkat próbáljuk ráerőszakolni és ráerőltetni másokra, hanem próbáljuk elfogadni és befogadni az isteni igazságot, hogy nekünk is ugyanúgy mondja az angyal, hogy ne félj feleségül venni Máriát, ne félj megtenni az Isten akaratát. József ezt megtette, és ezért számára a jutalom nem más lett, mint az örök élet. Szent József a Szent Család őre. Szent József az egyház fő védőszentje, aki már az örökké valóságban óvja és védelmezi magát az egyházat, Krisztus titokzatos testét. Itt a földön is óvta és védelmezte kis Jézust, óvta és nevelte a fiatal kamasz Jézust, és bizonyosak lehetünk abban, hogy a fiatal felnőtt Jézussal is ott volt. Bízhatunk abban, hogy tanácsokkal látta el ezt a fiatal felnőtt embert. És kérjük Szent Józsefet, hogy az egyházat, mint Krisztus titokzatos testét, mint Krisztust itt a világban, segítsen és bátorítson bennünket a mennyek országából. Kérje nevelt fiát, az üdvözítő Jézust, hogy mindig erősítsen a kegyelmével, hogy mi mindannyian, akik az egyház tagjai vagyunk, az igazság útján járjunk, hogy mindig igaz emberek legyünk, mindig igaz emberek maradjunk. Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pancéus Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, egyházadat az egész világon, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról, hallgass meg, Urunk. A Názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk és halálunk óráján, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a család élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozaton kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, hogy amint Szent József odaadó gyöngét szeretettel gondját viselt egyszülött fiadnak és édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának, úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk oltárod előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, és téged Szent József ünnepén ílő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt, az igaz férfit, az Isten szülő Szűznek egyesiül adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Hogy szent vagy, mindenség Ura Istenem, valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árassz el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre,
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, mert ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat, halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Ha Istent atyáknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor hálatelt szívvel így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség veletek. Amikor kézbe Krisztus testének és vérnek egyesítését, melyik a szent áldozásban a lelkünk közösségére. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testőrizze meg az örök életre. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, oltalmaz folytonos védelmeddel családodat, amelynek Szent József örömünnepén, ennek az oltárnak kenyerével tápláltál. Add, hogy ajándékaid megmaradjanak bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap nagybőt 5. vasárnapján reggel 9 órakor fogjuk közvetíteni, ugyancsak itt a YouTube csatornánkon Szent Mise áldozatot. Mindenkinek jó egészséget kívánok és szép estét, így fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.